Kedves hallgatók! Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a második videót, melyet felváltva végezhettek az elsővel. Pilates tornánál nagy hangsúlyt fektetünk a ki- és belégzésre. A kilégzésnél figyeljetek minden gyakorlatnál arra, hogy a Pilates központot feszítsétek meg. Ez gyakorlatilag a hasizom. Tehát az a lényeg, hogy a gyakorlatnak annál a részénél, amikor kifújjátok a levegőt, a hasizom legyen nagyon feszes. A gyakorlatokat egyéni ütemben is lehet végezni, amikor már jól begyakoroltátok, és nem arra kell figyelni, hogy pontosan mi is a gyakorlat, lehet egyéni ütemben végezni, és ez azt jelenti, hogy a légzésnek az üteme határozza meg a gyakorlatnak a tempóját. Csípőszéles terpezben állunk, lábfej előre néz, térdet behajlítjuk, a két csípőlapát egy vonalban, hasizmot megnyújtjuk, egy válkörzéssel kiemeljük a mellkasunkat, hosszú nyak, büszke mellkas. Belégzéssel kezdünk, karunkat magas tartásba emeljük, majd leengedjük mély tartásba, kifújjuk a levegőt. Belégzés, és kilégzés. Belégzés, és kilégzés. Belégzés, és kilégzés. Nyakizület bemelegítésével folytatjuk, belégzéssel kezdünk. Kilégzésre, fejfordítás jobbra, belégzéssel vissza középre. Kifújjuk a levegőt, fejfordítás másik oldalra, belégzéssel vissza középre. Kilégzés, belégzés. Kilégzés, belégzés, még egy utolsót, mind a két oldalra, egyszer-egyszer, kifújjuk a levegőt, belégzéssel vissza középre, ismét kilégzés, és belégzéssel vissza. Belégzéssel kezdünk, fejtetővel nyújtózkodjunk meg fölfelé, nyújtsuk meg a gerincünket. Hajtsuk előre a fejünket, tekintet a talaj felé néz, és belégzéssel vissza kiinduló helyzetbe. Ismét hajtsuk előre a fejünket, kilégzés, belégzéssel vissza, ismét kifújjuk a levegőt, lehajtjuk a fejünket, belégzéssel fejemelés, még egyszer, kifújjuk a levegőt, és belégzéssel vissza. Lehajtjuk a fejünket, majd elfordítjuk jobbra, most lefelé nézünk még, kiemeljük az állunkat, tekintet a plafon felé néz, lehajtjuk a fejünket, és befordítjuk középre. Fejfordítás balra, lefelé nézünk, kiemeljük az állunkat, lehajtjuk a fejünket, fejfordítás vissza középre. Fejfordítás jobbra, lefelé nézünk, kiemeljük az állunkat, lehajtjuk a fejünket, fejfordítás középre, és még egyszer balra, először lefelé nézünk, majd kiemeljük az állunkat, lehajtjuk a fejünket, beforgatjuk középre, és felemeljük. A vállizület bemelegítésével folytatjuk tovább, belégzéssel kezdünk, ezzel együtt felhúzzuk mind a két vállunkat a fülünk irányába, majd kifújjuk a levegőt, leengedjük a vállunkat. Belégzés, és kilégzés. Belégzés, és kilégzés. A légzés határozza meg a gyakorlatnak a ritmusát, ezt ne felejtsétek el sosem. Belégzés, és kilégzés. Válkörzések következnek, ugyanúgy figyelünk a légzésünkre, belégzéssel kezdünk most is. Indul a váll egyszerre, kifújjuk a levegőt, leengedjük. Belégzés, és kilégzés. Belégzés, kilégzés. Hasizom legyen nagyon-nagyon kemény a kilégzésnél, koncentrálj a Pilates központra. Kilégzés, belégzés, és kilégzés.
elfordulok, hogy a gyakorlatot jobban lássátok. Csípőszéles terpezben állunk ugyanúgy. Lábfej előre néz, térdeket behajlítjuk. Új fűzés hátul, csípő magasságban. Belégzéssel kezdünk most is. Mind a két kezünket egyszerre felemeljük. Majd kifújjuk a levegőt, és leengedjük. Ismét belégzés. És kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Még kettőt csináljunk belőle. Belégzés. Orron keresztül beszívjuk a levegőt. Majd szájon át kifújjuk. Még egy utolsó. Belégzés. És kilégzés. Jó. Csípőszéles terpesz. Lábfej előre néz. Emeljük fel mind a két karunkat magas tartásba, és nyújtózkodjunk fölfelé, úgy, hogy közben az állunkat is emeljük föl, tekintet a plafon felé néz. Hajlítsuk be a térdünket, lendítsük hátra a kezünket, és csináljunk egy térdrugót, majd egyenesedjünk fel, és nyújtózkodjunk tovább. Hajlítsuk be ismét a térdünket, karlendítés hátra térdrugóval. Kiegyenesedünk kiinduló helyzetbe, és nyújtózkodunk tovább. Még egy utolsó. Térdrugó, karlendítés hátra, vissza kiinduló helyzetbe, és nyújtózkodunk. Jó picit módosítunk a gyakorlaton. A térdrugót megcsináljuk, majd felemeljük a kezünket. Derekunkat kiegyenesítjük, tartjuk ezt a helyzetet egy picikét. Két térdre figyeljünk, hogy csípőszéles terpezben legyen a lábfej, és a térd is hasonló távolságban. Majd behajlítjuk a térdünket, picikét gömbölyítjük a hátunkat, és nyújtózkodunk tovább. Behajlítjuk a térdünket, kezünket hátra lendítjük, derekunkat kiegyenesítjük, fejünket megemeljük, tartjuk ezt a helyzetet egy picikét, és gömbölyítjük a hátunkat, felegyenesedünk. Na még egyszer, nyújtózkodunk tovább. Behajlítjuk a térdünket, hátra lendítjük a kezünket. Popsinkat egy picikét kitoljuk, egyenes a derék. Majd gömbölyítjük a hátunkat, és nyújtózkodunk tovább. Jó, lépünk tovább a következő gyakorlatnál. Folyamatos térdrugó, folyamatos karlendítéssel előre és hátra. Ezt lehet dinamikusan csinálni, egymás után, azaz, és felegyenesedünk az utolsónál, vagy oldalsó középtartáson át, leengedjük a kezünket. Emeljük fel a karunkat oldalsó középtartásba, belégzéssel kezdünk, kilégzésre törzsfordítás jobbra, majd belégzéssel vissza kiinduló helyzetbe. Ismét kifújjuk a levegőt, törzsfordítás balra, majd törzsfordítás vissza kiinduló helyzetbe, belégzés. Kilégzésnél koncentráljunk a Pilates központra, feszes hasizommal. Belégzés, kilégzés, fordítjuk a törzsünket a másik oldalra, és belégzés. Törzsfordítás jobbra ismét, kifújjuk a levegőt. Belégzés, és kilégzés. Belégzésre vissza. A karunkat belső középtartásban tartjuk, belégzéssel kezdjük a gyakorlatot. Kifújjuk a levegőt, törzsfordítás jobbra először, belégzés, majd másik irányba, balra, törzsfordítás karvezetéssel hátra, és belégzés. Kilégzés, belégzés, vállunkat engedjük le minden, mindenféleképpen erre figyelni kell. Belégzés, kilégzés, belégzés, és most a kilégzésnél feszít a hasizom. Legördüléseket fogunk csinálni, ehhez ismét elfordulok oldalra, hogy jobban lássátok.
Belégzéssel fogunk kezdeni, mint ahogyan eddig is. Fejtetővel fölfelé nyújtózkodjunk meg, gerincünket nyújtsuk meg, amikor beszívjuk a levegőt. Majd hajtsuk le a fejünket, és gördüljünk lefelé, csigolyáról csigolyára. Ujjaink hegyével megcélozzuk a talajt, és felgördülünk csigolyáról csigolyára. A végén válkörzés és fejemelés. Na még egyszer, belégzéssel kezdünk szintén. Előre hajtjuk a fejünket. Legördülünk csigolyáról csigolyára. Lazítsátok el a karotokat és a fejeteket is hajtsátok előre, amennyire csak tudjátok. Laza nyakizülettel megérintjük a talajt, és felgördülünk lassan csigolyáról csigolyára. Válkörzés és fejemelés. Jó, még egyet fogunk csinálni ebből a legördülésből, és amikor előre hajoltunk, akkor előre fogunk lépegetni a kezünkkel pár lépést melső fekvő támaszig. Belégzéssel kezdünk, lehajtjuk a fejünket, csigolyáról csigolyára legördülünk, ujjaink hegyével megcélozzuk a talajt, előre lépegetünk a kezünkkel, melső fekvő támaszt tartjuk, a fejünket hajtsuk egy picikét le, tekintet a talaj felé néz, válszéles támaszban van a két kéz, és indulunk visszafelé, kezünkkel visszalépkedünk, letesszük a talpunkat, lehajtjuk a fejünket, lóg a fej, lóg a kar, teljesen lefelé, engedd, hogy a gravitáció húzza lefelé, majd elindulunk fölfelé, csigolyáról csigolyára. Gömbölyű a hát, a végén a válkörzés és a fejemelés. A bal kar mély tartásban marad, jobb karunkat emeljük magas tartásba. Belégzéssel kezdünk, megnyújtózkodunk a gerincünkkel fölfelé, majd kifújjuk a levegőt, törzshajlítás jobbra először, csípődet ne told ki balra, erre nagyon figyelj, majd belégzéssel vissza a kiinduló helyzetbe, és ezzel együtt kartartás cserét is csinálunk. Kifújjuk a levegőt, másik oldalra törzshajlítás, majd törzsemelés kartartás cserével. Ezzel együtt a belégzést is megcsináljuk. Majd kifújjuk a levegőt, törzshajlítás jobbra, a két lábatokon egyformán osszátok el a testsúlyt, és amikor oldalra hajoltok, akkor sem dőljetek el arra a lábra, amelyik oldalra hajoltok. Tehát most is mind a két lábon egyformán álljatok. Még egyszer mind a két oldalra, a kartartás cserénél belégzés következik, majd kifújjuk a levegőt, törzshajlítás jobbra, belégzés, és kilégzés. Engedjük a kezünket. Jó, csücsüljünk le a talajra. Nyújtsuk előre a lábunkat. Nyújtott ülés. Sarkunkat összezárjuk, lábfejünket lefeszítjük, és egy picikét nyitjuk a lábfejet. A tenyerünkön támaszkodunk hátul. Belégzéssel kezdünk. Ezzel együtt felemeljük a lábunkat is, egy picikét, körülbelül 45 fokos szögben előre. Majd kifújjuk a levegőt, letesszük a lábunkat. Ismét belégzés, lábemeléssel, és kilégzés. Belégzés, lábleengedés, kilégzés. Belégzés, kilégzés. Kicsikét kifelé fordítsátok a lábatokat a kiinduló helyzetnél is, és amikor emelitek, akkor is. Következhet a másik láb. Belégzéssel kezdünk, közben ugye egyenes a hátunk. Kilégzés. Ismét lábemelés, orron keresztül beszívjuk a levegőt. Szájon át kifújjuk és a hasizmot megfeszítjük. Belégzés. Kilégzés. Még kétszer. Belégzés orron keresztül. Lábleengedés, még egy utolsó, belégzés,
és kilégzés. Maradunk nyújtott ülésben, a kiinduló helyzet is ugyanaz, mint az előző gyakorlatnál. Annyi különbséggel, hogy belégzéssel fogunk kezdeni, fejtetővel fölfelé megnyújtózkodunk, gerincünket megnyújtjuk, majd kilégzésre felemeljük a csípőnket, közben a tekintet is a plafon felé néz, majd leengedjük a csípőt. Ismét kilégzés, csípőemeléssel, és belégzés. Kifújjuk a levegőt, megemeljük a csípőnket, tekintet a plafon felé néz, és csípő leengedés. Ismét kilégzés, és le, belégzés. Kifújjuk a levegőt, és le, még egy utolsót, megemel a csípő. Forduljunk át térdelő támaszba. Először szemből mutatom meg a gyakorlatot, aztán majd oldalról, mert hogy jobban látható minden. Csúsztassuk előre a jobb kezünket, a bal lábunkat pedig hátra, spicre. Majd szívjuk be a levegőt, és kilégzésre emeljük fel a jobb kezünket előre, a bal lábunkat pedig hátra. És belégzés alatt pedig engedjük le a talajra kezünket és lábunkat is. Kilégzés. És belégzés. Ismét kilégzés. Kilégzés, és belégzés, kilégzés, próbáljuk meg a kezünket és a lábunkat is vízszintesig emelni. Ismét kilégzés, stabil csípővel végezzük a gyakorlatot, próbáld az egyensúlyt megtalálni, nem kell gyorsan felemelni a végtagjaidat, mert akkor az egyensúlyt könnyen elveszítjük, lassan emeld karodat is, lábadat is. Ha valakinek a gyakorlat közben esetleg a csuklója elfárad, akkor nyugodtan lehet ökölben is a kéz. Tartjuk az egyensúlyt, pilates központra koncentrálunk. Na még kétszer. Próbáljuk egyszerre emelni a kezünket, lábunkat, nem külön-külön. És egyszerre is engedjük le, még egy utolsó, kifújjuk a levegőt, és belégzés. Jó, forduljunk át a másik oldalra, én átfordulok, ti csak csúsztassátok előre a bal kezeteket előre, jobb lábatokat pedig hátra. Ez lesz a kiinduló helyzetünk. Belégzéssel kezdünk, kilégzésre. Felemeljük a karunkat előre, lábunkat pedig hátra, vízszintesség, ugyanúgy, mint a másik oldalra, majd pedig leengedjük. Kilégzés. És belégzés. A légzéseteknek a tempója határozza meg a gyakorlatnak a ritmusát. Kilégzés. Arra is próbáljatok figyelni, hogy a fejeteket ne előre emeljétek, hanem lehetőség szerint hajtsátok le, és a talajt nézzük. Kilégzés. Belégzés. Még kétszer. Kilégzés. Belégzés. És kilégzés. És belégzés. Jó, maradunk még mindig térdelő támaszban, egy csípőszéles terpesz, és válszéles támasz. Belégzéssel kezdünk, majd kilégzésre, törzsfordítás jobbra,
emeljük fel a kezünket is, amennyire csak tudjuk, fejünkkel is picit elfordulunk, majd tegyük le a kezünket kiinduló helyzetbe, és belégzés. Kifújjuk a levegőt, jön a másik oldal, törzsfordítás. Balra, karemeléssel, majd leengedjük a kezünket. Kilégzés, törzsfordítás jobbra, belégzés, ismét kilégzés, belégzés. Kilégzésnél megfeszítjük a pilates központot, csípőnket nem forgatjuk oldalra, csak a vállunkat, egy picit, és a kezünket, fejünket. És leengedjük. Még egyszer, kifújjuk a levegőt. Belégzés, kilégzés, és belégzés. Jó, nyújtás következik. Csücsüljünk le a sarkunkra. Jobb kezünket nyújtsuk előre, tenyerünket feszítsük vissza. Igen. Másik kézzel ugyanúgy az alkarunkat jól megnyújtjuk. Tenyeredet feszítsd vissza, de nem kell túl feszíteni az izületet semmiképpen. Jó. Hátunk mögé vigyük a kezünket, picit keresztbe húzd a hátad mögött a karodat, a csuklóizület és a könyökizület között támaszd meg, vagyis fogd meg az alkarodat, és húzd a hátad mögött keresztbe. Jó, másik kézzel. Elég is lesz, térdeljünk fel, csípőszéles terpezbe, ujjfőzés hátul csípő magasságban, belégzés után kilégzésre emeljük a kezünket, mind a kettőt egyszerre, és belégzés, kilégzés, és belégzés, kilégzés, kilégzés, még egy utolsó. Terpeszülésbe. Nem kell túl nagy terpeszt csinálni, nem rendelkezik mindenki tágizületekkel, ezért mindenki saját képességeinek megfelelő terpeszben csücsüljön. Emeljük a karunkat oldalsó középtartásba, a lábfejünket egyébként egy picit lefeszíthetjük, térdünket azért nyújtsuk ki, amennyire csak tudjuk. Belégzéssel kezdünk, fejtetővel fölfelé nyújtózkodunk, jobbra elfordulunk a jobb láb irányába, és csinálunk egy törzshajlítást előre, és a kezünket próbáljuk a kis ujjunk mellé vinni, közelíteni, majd belégzéssel kiinduló helyzetbe törzsemelés. Ismét kifújjuk a levegőt, törzsfordítás balra, és előre hajolunk a lábunk irányába, a bal láb irányába, kis ujjunk mellé visszük a kezünket, közelítünk, majd belégzéssel vissza kiinduló helyzetbe. És kifújjuk a levegőt, jobb láb irányába törzshajlítás, és belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Belégzés, még egy utolsó. Próbáljunk egy picikét most előbbre hajolni, lejjebb hajoljunk, mélyebbre próbáld megcsinálni, mélyebbre próbálj hajolni, és törzsemelés is. Jó? A következő gyakorlathoz ismét feltérdelünk. Csípőszéles terpesz. Lehet csípőn a kéz. Ereszkedünk lefelé, a súlypontunkat visszük egyre lejjebb és lejjebb, mintha rá akarnánk csücsülni a sarkunkra. Popsinkat egy picikét kitoljuk most. Majd csinálunk egy medence billentést előre, és miután ezt
elvégeztük, végrehajtottuk, akkor utána felegyenesedünk. Jó, még egyszer ilyen lassan. Ereszkedünk lefelé, lejjebb visszük a súlypontunkat, popsinkat picikét kitoljuk. Egy icipicit megtartjuk ezt a helyzetet, majd következik a medence billentés előre, de még a súlypontunk nagyon-nagyon mélyen van. Majd felegyenesedünk, combizomból emeljük a csípőnket térdelésbe. Ismét ereszkedünk lefelé, kitoljuk a popsinkat, medence billentés előre, és combizomból fel kiinduló helyzetbe. Na még háromszor. Súlypontunkat toljuk egyre hátrébb, popsinkat kitoljuk egy picit, medencénket előre billentjük, és felegyenesedünk. Még kettő van belőle. Azaz, medence billentés előre, felegyenesedünk kiinduló helyzetbe, és még egy utolsó. Combizomból próbáljuk megtartani, nem ér hozzá a sarkunkhoz a popsink, előre billentjük a medencét, és feltoljuk magunkat. Jó, nyújtunk. Nyújtsuk ki előre mind a két lábunkat. A lábfejünket feszítsük vissza, a jobb talpunkat fogjuk meg a jobb kezünkkel, a bal kezünkkel pedig támasszuk meg a térdünket. És próbáljuk meg felemelni a sarkunkat a talajról. Jól nyújtsuk ki a térdünket, amennyire csak tudjuk. Másik lábbal is. Sarkunkat próbáljuk megemelni a talajról. Jó? Egy picit masszírozzuk át a combunkat. Ugye az előző gyakorlatnál a combfeszítő izmokat dolgoztattuk meg, egy picit így átmasszírozzuk, amennyire jól esik. Meg is rázhatjuk a lábunkat, függőlegesen, vagy viszintes irányban. Hajlítsuk be a térdünket, legyen a talajon. Forgassuk befelé a jobb térdünket először, picit lehet rugózni is. Majd forgassuk befelé a bal térdünket. Jó, még egyszer, forgassuk be a jobb térdünket, és forgassuk befelé bal térdünket is. Maradjunk a talajon ülve, csípőszéles terpezben a láb, a sarok és a popsi között körülbelül két tenyérnyi legyen a távolság, térdkalácsunkat megtámasztjuk, könyökünket kiemeljük. Belégzéssel kezdünk, kilégzésre gömbölyítjük a hátunkat, és lassan leereszkedünk hanyatfekvésbe. Egyik talpunkat egészen közel húzzuk a popsinkhoz, körülbelül tenyérnyi legyen a távolság a popsi és a sarkunk között. A másik lábunkat pedig emeljük fel a levegőbe, jól hajlítsuk be, amennyire csak tudjuk, a térdkalácsunkat kulcsoljuk át, és húzzuk a térdünket a mellkasunkhoz. Statikusan nyújtunk, tehát nem kell dinamikusan húzkodni, utánmozgással nem végezünk általában nyújtó gyakorlatot. A statikus nyújtó gyakorlatok a leghatásosabbak. Jó, mind a két lábunkat felhúzzuk egymás mellé, kis gombócba. Belégzés és kilégzés. Belégzés és kilégzés. Lábtartás csere. A talajon lévő lábunk, a sarka a popsinktól legyen egy tenyérnyi távolságra. A másik lábunkat behajlítjuk, térdkalácsunkat átkulcsoljuk, könyökünket kiemeljük, és a térdünket a mellkasunkhoz húzzuk, amennyire csak tudjuk. Erre az oldalra sem végzünk utánmozgást, statikus nyújtás.
mind a két lábunkat emeljük fel a levegőbe. A bal bokánkat tegyük rá a jobb térdünkre, majd a térd hajlatunkat érjük el. Új fűzés, térd hajlatban. Picikét, óvatosan húzzuk mind a két lábunkat a törzsünk irányába. Ismét mind a két láb egymás mellett, kis gombócba, belégzés, és kilégzés. Belégzés, és kilégzés. Lábtartás csere. Jobb láb a bal térden. Térd hajlatban új fűzés. Könyökünket kiemeljük. A lábszárunkat nem kell, hogy itt tartsuk, nyugodtan lazítsd el. Nem kell megtartani semmit. Egyedül a karoddal tartsd a lábad. Próbáld ellazítani a combizületet. Ne feszüljön. Nem baj, hogyha egy kicsit itt oldalt ugye a farizom, hogyha nyúlik, akkor attól nem kell megijedni. Pont ez a lényeg ennek a nyújtó gyakorlatnak. Hogyha nem érzel semmit, akkor egy picit húzd közelebb a karodat. Karoddal húzd közelebb a lábad. Könyöködet jobban hajlítsd be. Letesszük a lábunkat a talajra. Elfordulunk. Sarokülésbe. Sarokülésből feltoljuk magunkat. Guggoló támaszba. Guggoló támaszból pedig felegyenesedünk. Lehajtjuk a fejünket is. Fokozatosan nyújtjuk a térdünket. Csigolyáról csigolyára egyenesedünk fel. Ugyanúgy, mint az óra elején. Talán emlékeztek rá, a legördülésnél csináltuk. Álljunk széles terpeszállásba. Nézzen kifelé a térd és a lábfejünk is. Légző gyakorlat következik. Belégzés. Kilégzés. Belégzés, kilégzés. Az utolsónál új fűzés, megnyújtózkodunk fölfelé, picikét bent tartjuk a levegőt, majd leengedjük a kezünket, zárjuk a lábunkat, felrázzuk a lábunkat, egy picikét karunkat is lerázzuk, és kedves egészségetekre!